Emeltem a Balkánfanati zenekar, két oszlopos tagja, szevasztok. Jorgosz. És? Nem tudom, hogy ki Lepe? És Lepe. Lepe. Ennyi. Tudod, hogy a Lepe? Majkaj. Hogy haj? Hát most így, mai napon most pont nem. Ja, reggel még Lukács László voltam, most már arról is. Hogy? Nem hívtál el? Na jó, a személyiségzavar után egyébként, azt majd hamarosan leküzdjük, addig nézzük meg egy videoklipet tőletek, utána beszélünk, jó? Tehát, hogy play. Minden rendben? Kis hojkoj! Probléma. Hojkoj! Elesett. Na. Na mindegy. Nagyon sokat beszéltük egyébként a klip alatt, ugye kérdezte tőlem, hogy tetszik-e nekem a klip, vagy csak tetszik-e az tetszik-e a látvány, igen. Én szerintem minden tetszett neked, Vald be, ne szerénykedj, nem szeretek azért kérdezem egyébként, ezt nyilván gondolom, azért kérdeztem, mert megkaptátok ezt, hogy a zene jó, de a klip annyira nem. Nem, vagy nem? Mindenki nem, legyen. Nem, nagy, imádják. Egyébként Hovó Schlager, nagyon nagy kantálom a Schlager. Zalaegerszegen. Méltány nagy Schlager volt ott. Number one. Nagyon szerették, komolyan. Azért, mert a többi helyre nem jutott el. Ha eljutott volna, akkor szerintem valószínűleg ott is lettek volna sikerek. Talán. Igen, ugye ez a klip ugye már nem mai, de mégis nem tudok elmenni, mert ugye benne van a Fluor Tomi, akit egyébként dicsértünk korba. Az kicsoda? Hát elvileg egy énekes. Hogy hívják őt? FLU, vagy Karácsony Tamás.
Igen, igen. Én Carrason, Carrason Tommy. Igen, egyébként ő hogy került veletek egy helyzetbe? Hát úgy, hogy felkért bennünket, hogy beszállhatná ebbe a kis dalocskába. Mi meg ott nagyon elgondolkodtunk, hogy ki ez a srác, de mondtuk, jó van, segítünk rajta. Bevettük erre a bulira. De megcsinált. Ez biztos, hogy így volt egyébként. Nagyon tehetséges a srác, el kell, hogy mondjam. Nagyon-nagyon tehetséges. Én nagyon élveztem őtetet. A klippen is, és a muzsikában is. Rendben van, nagyon jó szöveget tolt le. Ügyes, úgyhogy... Ráérzett a témára, úgyhogy nagyon... Megmondom őszintén, nagyon örültem. Én egy kicsit attól aggódtam, hogy lehet, hogy nem fog tudni rácsúszni erre a fajta, úgymond, zenei másságra. De nem, nagyon-nagyon jó, nagyon tetszetős. Én nagyon szeretem ezt tőle, komolyan mondom. Nem a Fluortól akarok beszélni, csak kérlek, kíváncsi vagyok, a Mizun kívül tudtak mondani tőle számot? Te bejáratos vagy, légy szíves. Persze. Na persze. Vigyelemmel kísérik a munkásságát. Na most hagyjuk, vigyelem, mert téged mindjárt, most rá fog téged itt olvasztani, majd nézd meg. Jó, mindegy, hagyjuk a Tomikát. Beszéljünk a lemezről, ami ugye most hamarosan megjelent, és legutóbb 3 éve jelent meg lemezetek. Ez elég nagy kihagyás volt. Sokkal azért, mindig ilyen nagy kihagyásokkal, mert nagyon rákészülünk. Nagyon rákészülünk, akkor viszont bombasztikus darabokat adunk ki. Csak egy nagy baj van, hogy senki nem kíváncsi rá. Ez is az lesz. De hát, ugye? Óriási. Óriási lesz, olyan mulatozás lesz rajta. Ja. Fantasztikus ki lesz. Ez is rajta lesz egyébként, amit a klipben láttál. Tele vagyunk jobbnál ilyen jobb szórakoztatós, piálos nótával. Az lesz a lemez címe, hogy felgyött a nap. Ha már mondtuk egyébként, hogy benne van a Flóra is, az a szám is rajta lesz a lemezen, másokkal is közös dal lesz a lemezen, vagy egyáltalán hány szám lesz majd rajta nagyjából? Hát legalább egy olyan 13-14 körülbelül. Azért ez most nagyon nagy anyag lesz, amit... Tehát akkor tényleg lemeznek, nem LP-nek nevezhetjük. Ez egy album. 13... Ez egy album. Gomb lesz. Szóval még egyszer visszatérve Tomira, hogy nagyon-nagyon kellemes csalódásom volt, hogy ő ezt ilyen nagyon jó megoldotta. Tehát én most nem... már ő is lassan egy ilyen senior rapper lesz, tehát komolyodik meg minden. Ja, nem úgy? De komolyodik. Légy szíves, dicsérd meg nekünk. Mert mi csak jó emberekkel dolgozunk. Tomi, ha nézel minket, ügyes vagy, csak így tovább, de maradjunk nálatok. Feljött a nap, ugye ezt a címet fogja majd viselni. Mit akar ez egész pontosan? Igen. Igen. Jó, tehát akkor ez csak egy cím, és nincs a jelentősége. Tulajdonképpen ez a címadó dalnak a címe is egyben, amely most már a rádiókban folyvást hallható. Uh-huh. Kereskedelmi rádión, meg a közszolgálati rádión is, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy legyen ez a címe a lemeznek. A lemeznek, hogyha lehetne egyet mondani, hogy mondani valója, akkor van neki, vagy minden szám kicsit más? Emberi kapcsolatok, szerelem, bánat, elválás. Hát gyakorlatilag, ami a magyar népköltészetben van, tehát a szomorúság, vidámság keverike. Uh-huh. Az biztos, hogyha valaki eljut egy jó gasztrobulira, bárhol az országban. Jó bableves fesztiválra, és vagy valami véletlenül ilyen. Egy ilyen jó bableves fesztiválon velünk találkozik, ott kőkövön nem marad semmi, és olyan emlékezetesen megy haza, hogy azt mondja, hogy mikor van a legközelebb. Vagy emlékezett kieséssel, ugye? Hát vagy jó pálinka fesztiválokon például. Van a pálinka fesztiválok, ahol ott aztán kiesnek egy kicsikét az agyak, de a nóták nem. Mikor fog is pontosan megjelenni majd a lemez? Április végén. Április végén. Nagyon de minden munkáltal készen vagytok már? Hát majdnem. Magoltunk fotózkodni. Ugye még na, tehát akkor hál' Istennek egyébként ez egy kézzelfogható lemez lesz majd, ugye? Most még igen. Hál' Istennek. Talán. És ha van valami szponzorunk és tud hozzá segíteni, azt meggyorsítja a munkát. Hát, sok-sok szponzorok jöjjenek és segítsenek. Mi szívesen reklámozzuk, úgyhogy kisorsoljuk majd egyébként a lemezt, ha szeretném. Akartunk hozni, de még nincs készítve. Mindenképpen, ha most visszahívtok bennünket, 2 darab lemezt is fogunk hozni. Úgyhogy a közönség készüljön föl. Hogy 2 darab, annyiszor, ahányan jelentkeznek el. Ebbe a kamerába szerintem is, hogy megnyitom. 2 darabot hozunk, jelentkezőket fogunk várni a legközelebbi adásra. Igen. Bekonferálod előre, hogy gyerekek, készüljetek, mert jön a Balkán fanatik. Egyetlen. És hozza a rekordszokat. De nagyon-nagyon fejtörős, találós kérdést fogunk föltenni, hogy... És sok-sok lemezt fogunk hozni. Nem akárki. Azt meg kell fejteni. De mindenkihez el kell, hogy jusson. Úgyhogy azért sok lemezt hozunk magunkkal, hogy megkaphassák. Hogy aztán utána azt begrebeljék, és nem fel tudják tenni az internetre, hogy közkincs legyen. Igen. Nem az?
Magyar, én még nem hallottam. A zene mindenki egyébként, Kodá is megmondta. Nem, a zene mindenki, és ez a zene is mindenki. Egyébként te hogy vagy visszatérve, te hogy vagy ezzel a úgymond kelet-európai népzenei kultúrával? Kelet-európaival? Meghallgatom, de most nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz. Hát olyan értelemben, ja nem csak az eredeti autentikus népzenére gondolok, hanem világzenére, tehát mert ez a műfaj azért létezik, vagy nem? Nálatok ez nem létezik a Fix TV-nél, a világzenét? De, egyértelműen szedjük. Hát nagyon van egy olyan műsorunk egyébként, de most egy kicsit megint eltértünk a Tájtói Kávarával, és ott egyébként nagyon sok olyan zenét játszunk, ami most sláger, viszont népzenei hangszereken játsszák el mások. Uh-huh. Úgyhogy ezt mi is képviseljük. Kanyarodjuk vissza egy utolsó szóraig hozzátok. A albumot leszámítva milyen újításra számíthatunk majd tőletek? Klippek területén, esetleg valami nagy koncert, ami a közeljövőben lesz? Hát a közeljövőben rögtön holnap lesz egy koncertünk. Azaz pénteken, 21-én? Pénteken, igen, egy Pálinka Fesztiválon játszunk Egerben. Aztán szombaton játszunk Budapesten. Budapesten játszunk a Backstage Pubba, várunk sok szeretettel mindenkit, akinek van kedve egy kicsit esetleg belehallgatni az újabb dalainkba is. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Aztán hát a Facebookon tudtok figyelemmel kísérni, vagy követni bennünket, és ott mindig írjuk a frissebb koncerteket. Nézd, az biztos, hogy ilyenfajta igazából ezt a fajta úgymond kelet-európai vagy magyar, most már többnyire magyar népdal feldolgozásokkal foglalkozunk. Ezt itthon igazából csak tőlünk fogják ezt hitelesen. Hitelesen és frissen. Sajnos vagy nem sajnos? Hát nem, figyelj, nem lehet az, hogy most mit tudom én, ennek az országnak nincs saját népzenéje. Amikor mit tudom, ilyen világra szóló emberek vannak, mint Bartók. Csak azt arra akartam kitérni, hogy milyen kár, hogy ezzel csak ti foglalkoztok. Hát szomorú, nem, hál' Istennek most egy kicsi mozgás azért van, de ez is nagyon kevés. Nem az a baj, hogy most mit tudom, amerikanizálódik, nem csak Magyarország, az egész világ, de azért mindenhol vigyáznak arra, hogy a maguk kis kincsét megtartsák a különböző országok. Én nekem inkább ez a fájdalmam itthon, hogy fiatalok, figyeljetek, mert ugyanolyan rock and roll-t lehet csinálni ebből a jó kis kelet-európai zenéből is. Tehát nem kell nagyon lenyúlni bárkit, tehát mit a stílusokat, meg irányzatokat lehet hozni kintről, de a megszólalás az lehet sajátunk is, és lehet a miénk is. Egyébként van most már egy csomó fiatal olyan magyar kis zenekar, akik ezzel foglalkoznak. Reméljük, hogy ez a továbbiakban is így lesz, majd ez egy minden este egy jó lecke volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és örülünk nektek. Csokoládta. Viszontlátás, szevasztok!